Közeledik az influenza szezon, a védőoltás pedig már elérhető a patikákban. Sokan idén is ingyen juthatnak hozzá, de azoknak is érdemes beadatniuk maguknak, akiknek fizetniük kell a vakcináért. Idehaza évente több százezren betegednek meg a vírussal. Tüsszögés, torokfájás, láz, izomfájdalom, gyengesség, rossz közérzet – ezek a legjellemzőbb tünetei az influenzának. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 1,3 millió adag védőoltással rendelkezésre a rizikócsoportba tartozók oltásához. Itt például a várandós kismamák, a 60 év felettiek, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a vele született vagy betegség kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedők kaphatják meg ingyenesen a vakcinát. Rajtuk kívül ajánlott a térítésmentes védőoltás beadatása az egészségügyi intézményekben, valamint az állattartás területén dolgozóknak. Emellett 4000 adag áll rendelkezésre a 3 év alatt ide fél évnél idősebb gyerekek oltására. A betegség ellen a legjobb védekezés az oltás. A szakemberek a járvány csúcsát jövő év elejére, az 5.-6. naptári hétre várják. Járvány tehát még nincs az országban, így mostanában érdemes kérni a vakcinát, amelynek beadása után másfél-két hét alatt alakul ki a védettség. Az állam által biztosított ingyenes védőoltást egyébként az elmúlt években egyre többen kérték házi orvosuktól, azonban tavaly a rendelkezésre álló mennyiségnek csak a 60%-a fogyott el. Fontos, hogy minél többen védekezzenek a vírus ellen, idehaza ugyanis több százezren betegednek meg évente az influenza tüneteivel. Az esetek kisebb részében a szövődmények miatt a beteg kórházi ápolásra, intenzív terápiára szorul, de szélsőséges esetben akár bele is halhat a fertőzésbe. A védőoltás mindenkinek ajánlott, beadatásával családtagjainkat, kollégáinkat is védjük. Ha be vagyunk oltva, jóval kisebb a veszélye annak, hogy megfertőzzük őket. Vendégem a stúdióban a témával kapcsolatosan dr. Kis Csaba házi orvos. Köszöntöm itt a stúdióban. Én köszönöm a lehetőséget. Mióta létezik az influenza elleni védőoltás nálunk? Mióta lehet beadatni? Mármint ebben a szezonban? Nem, Magyarországon. Magyarországon? Hát pontos számot nem tudok mondani, de sok-sok éve elérhető már, és sajnos az a tapasztalat, hogy azért sokkal kevesebb ember veszi fel a védőoltást, mint amennyi igazándiból indokolt lenne. Sok mindent hallhattunk itt a felvezetőben, tulajdonképpen most az lenne a feladatunk, hogy ráerősítsünk a legfontosabb információkra. November közepe van, és ugye erről már beszélni kell. Tehát mikor van ennek itt az ideje, úgymond, mettől meddig érdemes elmenni a házi orvoshoz? Igazándiból bármikor érdemes elmenni, amíg a betegséget nem kaptuk el, de minél hamarabb, annál jobb. Általában az influenza szezon az október közepe vége táján szokott kezdődni, és egészen áprilisig elhúzódhat. Nyilván ez évenként változó, nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, hogy melyik évben hogy alakul. Hál' Istennek most még bőven időben vagyunk, ugyanis nincsen influenza járvány, ezért azt ajánlom, hogy most lenne érdemes igazándiból a védőoltást felvenni, mert ahogy a bevezetőben is elhangzott, azért idő, amíg a védőoltás is ki tudja fejteni a hatását. Tehát, hogyha a házi orvos a mai napon beadja a vakcinát, az holnapra még nem fog védettséget kialakítani. Nyilván itt vannak egyéni különbségek, hogy kinél mennyi idő alatt alakul ki a védettség, és ezt nem is lehet az egyén szintjén pontosan megjósolni, de azt lehet mondani, hogy átlagosan egy ilyen 2-3 hét kell körülbelül, amíg a védettség kialakul. Bizonyára már nagyon sokszor hallották, vagy olvasták a kedves nézők, azért talán ez a legegyszerűbb kérdés, hogy miért adassuk be? Hát leginkább azért adassuk be, hogy saját magunkat védjük meg magától a fertőzéstől. Az influenza vírus maga az nagyon-nagyon ritkán okoz halálos fertőzést, hál' Istennek. Időnként vannak azért olyan járványok, ahol megnő a halálos szövődményeknek a száma, de azért ez relatíve ritka. Ettől függetlenül azért egyéb súlyos szövődmények, komoly kórházi kezelést igénylő, akár vérzéssel járó tüdőgyulladások például kialakulhatnak, de alapesetben is azért maga a fertőzés az egy 1-2 hétig tartó, nagyon kellemetlen, magas lázzal, izomfájdalmakkal, nagyfokú levertséggel járó betegséget okoz, és hát ugye a védőoltással mindettől megkímélhetjük saját magunkat.
Meddig nyújt védettséget ez a szer? Nagyjából azt lehet mondani, hogy körülbelül egy ilyen fél éven keresztül, tehát hogyha valaki most a védőoltást felveszi, akkor erre a szezonra úgy tekinthetjük, hogy védetté válik a vírussal szemben. Következő, ami eszembe jutott, hogyha én most 2019-ben beadatom magamnak, akkor 2020-ban is ugyanúgy beadathatom magamnak szezon előtt? Hát igazándiból be is kell, mert a 2019-es védőoltás az egyrészt amiatt sem fog 2020-ban védettséget nyújtani, mert tehát maga az immunrendszer sem fog vélhetően teljes mértékben emlékezni rá, illetve az influenza vakcinát azt minden évben más és más összetétellel kell, hogy összeállítsák. Megpróbálják ugyanis megbecsülni azt, hogy melyik influenza típus lesz az, ami járványt fog okozni, és ezeket a típusokat fogják az adott oltóanyagba belerakni. Tehát a 2018-as, a 2017-es, a 2019-es védőoltásnak az összetétele az nem teljesen ugyanaz, pont azért, mert várhatóan nem ugyanaz az influenza vírus variáns fogja a járványt okozni. Tehát akkor, ha most egy adott embert nézünk, akkor ő minden évben beadathatja az aktuális védőoltást magának. Persze, meg javasolt is, hogy minden évben vegye fel a védőoltást. Tehát aki tavaly felvette, az idén vélhetően nem lesz védett az influenza ellen, ezért idén is szükségszerű, hogy felvegye az oltást. Azt ugye bizonyára mindenki tudja, hogy vannak, akik térítésmentesen juthatnak hozzá az oltáshoz, és vannak, akiknek pedig meg kell vásárolni a vakcinát. Kik azok, akik kereshetik úgy házi orvosaikat, hogy ők ingyenesen hozzájuthatnak? Ugye ezeket úgy állították össze ezeket a csoportokat, akik ingyenesen megkaphatják, hogy tehát azok az emberek essenek bele, akik valami miatt fokozott kockázatnak vannak kitéve, akár a fertőzés veszély, akár a szövődmények kialakulásának a szempontjából. Elég széles ez a spektrum igazándiból, tehát egyrészt ugye az idős emberek, akiknek esetlegesen az immunrendszere már nem annyira van a toppon, mint mondjuk egy fiatalabb egészséges felnőtt emberi. Tehát a 60 év felettiek ingyenesen megkaphatják a védőoltást a házi orvosuktól, de azok is, akik például valamilyen krónikus betegségben szenvednek, krónikus légzőszervi megbetegedések vannak, anyagcsere megbetegedés, például ugye nagyon gyakori ezek közül a cukorbetegség, krónikus szívérrendszeri megbetegedésben szenvedők, itt azokra is szó van, akik például valamilyen, tehát akik magas vérnyomással állnak kezelés alatt, úgyhogy nagyon-nagyon széles a kör, illetve hát azok az emberek, akik a munkájuk miatt fokozott fertőzés veszélynek vannak kitéve, egészségügyi dolgozók, állattartásban dolgozók, ők ugye amiatt, mert az influenza vírus bizonyos variánsai képesek emberről állatra is terjedni. Hál' Istennek azért az ilyen jellegű fertőzések manapság nagyon-nagyon ritkák, de hát ugye emlékszünk ugye a H1N1 influenzára például, tehát az is ilyesmi módon indult el. Úgyhogy az állattartásban dolgozóknál szintén. Úgyhogy tehát nagyon-nagyon széles a kör. Mindenképpen érdemes a házi orvost felkeresni a védőoltással kapcsolatosan. Önnek mik a tapasztalatai, milyenek ezzel kapcsolatban, hogy tehát akik is eldöntik, hogy akiknek el kell dönteniük, hogy megvásárolják ezt a vakcinát, vagy sem, hogy milyen arányban teszik? Hát sokkal kevesebben, mint kellene. Tehát az ingyenes vakcinát sem veszik annyian igénybe, mint a hány ember számára az indokolt lenne. Akiknek pedig fizetni kell érte, tehát azoknak az aránya még jóval kevesebb. Alapvetően nem egy drága vakcina a fizetős változat sem. Annak az összetétel egyébként nem teljesen ugyanaz, mint az ingyenesen elérhető változat, illetve hát ugye azt is meg lehet simán gyógyszertárban is vásárolni házi orvosi receptre. Tehát az lenne a jó, hogyha sokkal nagyobb átoltottságot lehetne elérni. Egyrészt amiatt, mert ugye akkor egyén szintjén is sokkal több mindenki lenne védett. Másrészt pedig ugye beszéltünk az úgynevezett nyári immunitásról, ami azt jelenti, hogyha a lakosság egy jelentős százaléka védett, akkor ugye emiatt a fertőzés sokkal nehezebben terjed át egyik emberről a másikra, mert egyszerűen annyi ember védett egy-egy beteg ember körül, hogy a fertőzés már nem fog a második, a harmadik, a negyedik emberre tovább terjedni. Na hát ahhoz, hogy influenza védőoltásra ezt a nyári immunitást elérhessük, attól minden évben nagyon-nagyon messze vagyunk sajnos.
Ez kortól független a vakcina bárkinek beadható? 3 éves kor fölött javasoltak a védőoltások. 3 éves kor alatt csak egyéni mérlegelés alapján a haszonkockázat elvet figyelembe véve abszolút egyénre szabottan megítélve szabad csak dönteni a védőoltás mellett, de 3 éves kor fölött a védőoltás az bárki számára megadható, nyilván az életkorának megfelelő dózisban. Az jutott még eszembe itt a beszélgetés vége felé, hogy tehát sok idős ember ugye nem is nagyon mozog, tehát a saját portáján van, mondjuk, hogyha ebbe belegondolunk, olyankor a házi orvos kimegy, beadja a nekik járó ingyenes oltást. Igazándiból erről lehet szó, tehát ez természetesen megoldható, én is a saját házi orvosi körzetemben, hogyha szükséges, akkor természetesen ezt meg tudjuk oldani. Tehát ez nem jelenthet problémát abból a szempontból, hogy valaki a védőoltását fel tudja venni, és ez elő is szokott fordulni, vagy például én dolgozok idős otthonba is, oda is kivisszük házhoz a vakcinát az idős otthonból, nem kell azért bejönni az ott lakóknak, hogy a házi orvosi rendelőbe kapja meg. Köszönöm szépen a beszélgetést, hát remélem, hogy akik eddig csak gondolkodtak azon, hogy beadassák-e maguknak vagy családtagjaiknak, akkor ők most tudtak dönteni ebben a témában. Köszönöm a beszélgetést!